TM3 nehéz hidrakó felszerelés akadályok leküzdésére, átidalására szolgál. Egy készlet TM3 nehéz hidrakó felszereléssel, ami áll 4 technikai eszközből, 40 méter hosszú és maximum 3 méter mély akadályt tudunk áthidalni. Egy hídmezőnek a hossza az 10,5 méter, a szélessége 3,8 méter, a nyompályák szélessége pedig egyenként 1,5 méter. A két nyompálya között 80 cm-es rés található. A nehéz hidrakó felszerelés telepítése során a kezelő személyzet 1+3 fő, egy fő a parancsnok, aki irányítja a folyamatokat, van 2 kezelő, illetve a gépjármű vezetője pedig a fülkéből irányítja panelon keresztül a folyamatokat. A technikai eszközt természetesen tudjuk használni vizes akadályok leküzdésére is, mivel rendelkezik mocsártalppal, ami meggátolja, hogy belesüllyedjen a bakláb az aljzatba. A 2010-es kolontári vörösiszap katasztrófánál a Magyar Honvédség többek között ezzel a technikai eszközzel is felvonult katasztrófa helyszínére, ahol a katasztrófa védelmi feladatok elősegítését, illetve a mozgásszabadság biztosítását garantálta mind a helyi lakosok és a mentésben résztvevő szervek segítésére.